Jó estét kívánok, köszöntöm a hajrá nézőit! A sikeres országos bajnokság után sem pihen Salánki László. A Madárfészekökölvívó Akadémia edzőinek vezetésével Debrecen után Hajdúhatházon hoztak létre utánpótlásbázist. A következő percekben a szakemberrel beszélgetünk a projekt indulásáról és a célokról. Szervusz Lackó, köszöntelek a műsorban. Szia, és köszöntelek. Na hát akkor mindenek előtt kezdjük az országos bajnoksággal. Indultatok ismét, hogy a november elején rendezték, és érmekkel gazdagodott a vitrin. Nagy tíme a 13. országos bajnoksi aranya, Nagy Bence döntős volt, és ugye Bernát Attila is az elődöntőig jutott. Néhány szóban tényleg röviden, hogyan értékelnéd a megmérettetést? Hát egy részben sikeres volt, más részben nem. Nyilván Timitől elvárt volt, mint az összes másik kettőtől is elvártam, hogy nyerje meg ezt az országos bajnokságot. Ezzel Timi beállított az előtte lévő Kovács Merri és Gyuczanitának a rekordját, így akkor holtágban vannak most már az országban, és ő hál' Istennek egy nagy nevek mellé tudott felzárkózni, mint ez a két név. Bencének sajnos a döntő nem sikerült, nem úgy jött ki a felkészülés, ahogy ezt előre terveztük. Azt gondoltam, hogy szintén hozni fogja az aranyat, mint tavaly, ő szintén szállítani fogja, de sajnos az nem sikerült, de hát így se panaszkodhatunk, van ilyen. Azt gondolom, nyilván csiszolunk rajta, a hibákból tanultunk, javítani fogjuk. Az Attilánál meg nyilván ez a Magyarország most a vezetőség is ezt a részét úgy látja, hogy az 52 kilós súlycsoport olyan erős most a jelenlegi mezőnybe, hogy akármelyik a négyből, akármelyik magyar bajnok lehet, mindegyik EB érmes, akik benne vannak, mindegyik nagyon jó szintű versenyző. Én azt gondolom, hogy az 52 kilóban az lehet a magyar bajnok, ki milyen lába kell fel, nagyon-nagyon vékony különbség van a négy gyerek között. És ugye olimpia is remélhetőleg lesz jövőre, ha már idén elmaradt, és ugye ez is cél volt nálatok. Gondolom azért ez továbbra is él, és továbbra is tervezitek egy jó kvalifikációs tornával megkoronázni mondjuk a Timi, vagy akár a Bence évét a következő évre gondolok. Hát mindhárom gyerekkel készülünk. Én azt szeretném, hogy mindhárom gyerek ott legyen. Hát nyilván ezt én szeretném. Mármint az első körben a kvalifikáción, aztán majd látjuk a többit. Nyilván Timi versenyben van még. Nyilván a félbeszakítás miatt nem tudta leboxolni a meccsét. Így egyértelműen versenyben van. Gőzerűvel készülünk rá, nincs kihagyás. Ugyanígy fogunk készülni a két ünnep között is. Csak a karácsony lesz pihenő. És igazából ez a fő célunk most. És hát ugye egy nagyon nagy másik projektben is benne vagy, Hajdúhatházon szépen építgeted az utánpótlásbázist. Nemrég olvashattunk már ugye, hogy szépen gyarapodnak a gyerekek, rengeteg az új boxoló, aki szeretne ugye itt akár profi, akár hobbi szinten megismerkedni a sportággal, és ugye te vagy itt a vezető. Néhány mondatban hogyan is pattant ki a fejedből az ötlet, miért döntöttél úgy, hogy Hatházon is egy ilyen kisebb bázist létrehozol? Igazából Hatházon folyik már egy egyesület, a Davis Kft. Által, de emellett rengeteg szülő keresett, rengeteg gyerek keresett, hogy nem akarok edzéseket tartani Hatházon. Két évig úgy, ahogy kivonultam ebből a részéből, rengeteg elfoglaltságom volt a válogatottnál, plusz az új terem megépítésénél, vagy létrehozásánál itt Debrecenbe. És emellett ezért döntöttem így, lett lehetőségem, hogy lett egy úgynevezett termem, amit sikerült bővítenem öltözőkkel, zuhanyzókkal, amit további fejlesztés alatt van, most lesz hozzá ringhelyiség építve. Annyi híja van még, és teljes mértékben alkalmas lesz versenyzők, vagy már most alkalmas versenyzők felkészítésére. A gyerekek létszámára kicsit kitérve, amit kérdeztél, közel, hát 25-30 gyerek dolgozik jelenleg velünk, akiből már úgy gondolom, hogy jövőre már áprilisban a Diákolimpián már fogunk is tudni nyitani versenyzőket. Hogy látod egyébként ez így a városnak az életét, mennyire bolygatta fel, hogy egy újabb sportklub lett ott létrehozva? Mennyire fogadták jól, mennyire lelkesek tényleg, mennyire látod ebbe a potenciált ebbe az egész projektbe? Ezzel a mondatommal nem akarok senkit megbántani, a város különösenképpen nem érdekel, ezt teljesen magam finanszírozásából hoztam létre, nem is mentem a városhoz, nem is fogok menni semmiért. Madárfészek Ökő Akadémia, Vide József által és Erdély Zsolt által, ők támogatnak engem benne, a versenyzetés természetesen ők finanszírozzák a későbbiekben, és így nem, nyilván nem határolódok el a városnak a közelítésétől, ha közelíteni akar, de én nem keresem a várost. És azért Timi
ugye az országos bajnokról, akiről beszéltünk, ugye párod is, te vagytok itt a két vezetőedző. Mennyi plusz terhet ró ez rátok, mennyire élvezitek ezt az új szerepkört, és szerinted egyébként a gyerekek számára mennyire motiváció az, hogy két hiteles, sikeres ökölvívó tartja az edzéseket és okítja őket boxolni? Hát a létszámból ítélve hiteles. Nyilván a versenyzők és a Timit megkereső mozogni vágyó lányok, hölgyek létszámából ítélve. Ezt én többször is megköszöntem már hírportálokon a Várhatáz lakosainak, hogy köszönjük, hogy minket választottak. Nyilván a párhuzamban mellettünk lévő másik klub mellett. Szerintem teljesen jó úton haladunk ezzel. Nyilván terhelő. Hát nagyon sok időt elvesz, amellett, hogy Timi napi kettőket készül, és természetesen estére azért már 5-6 edzés után a napi kettő sajátja mellett azért nyilván fárasztja az embert. Azért tudjuk, hogy itt a hatházi fiataloknál ez egy kitörési lehetőséget is jelent. Mennyire ez a célja, mennyire ez is a célja ennek az új kezdeményezésnek, hogy ott abból a szegény környezetből, ami ott van nálatok hatházon, ebből kicsit kitörjenek, kicsit kimozduljanak, sikeres életpályára tudjátok állítani őket? Én mindenben segítem őket, van benne kitörési lehetőség, ahogy fogalmaztál, segítem őket, mint iskolába, hogy ha táborról van szó, vagy versenyekről, hogy azért kicsit hunjanak már szemet, kicsit segítsen őket a tanárok is, ők is partnerek benne, én is partner vagyok benne, ha felhívnak, hogy baj van, akármi, megjelenek, ott vagyok, volt már előadásokat kértek tőlem, azokat is megtartottam, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan kell alkalmazni ezt a sportot kint az utcán, magánéletben, az sehogy. és szerintem teljesen jó úton adunk ezzel is. Például pont ma volt erről szó az egyik versenyzőmről, aki ifjú korcsoportba lépett, iskolába végzett. Most munkahelyet intéztem neki, próbálom őket úgy irányítani, hogy a magánéletben is tudjanak megélni, és az én sporton is tudjanak mellette. Hosszú távú cél mi lehet egyébként itt a hatházi ökölvívó projekttel, mik a víziók, mik a tervek, mennyire gondolod te is ezt komolyan, hogy látod, hogy hová lyukadhat ki ez itt a végén? Hosszú távú cél, nyilván természetesen ezekből a gyerekekből minél több bajnok akarok nevelni, aztán nyilván, ami számra fontos, EB-VB érmek, részvételek, érmek, ez mindig is nagy szempont volt előttem. Aztán természetesen, ha oda alakul a helyzet, akkor szeretném majd, ha valamikor pályázott ír neki, akár régió központba is részt venni. Ha már ezt a régió központot kiemelted, mennyire sűrű itt a mezőny ebben az ország részben, mennyire lehet akár nehéz, vagy mennyire vagytok jó helyzetben, hogy hosszú távon néhány év múlva akár az egyik meghatározó központja legyetek itt a magyar ökölvívásnak? Én azt gondolom, hogy nem néhány év múlva, én szerintem már most is az eredmények igazolnak minket, már most is meghatározó tényezője vagyunk az országnak, a Magyar Ökö Szövetség felé, mint hogy eddig is az elmúlt 10 akárhány évben is azok voltunk. Szerintem ez nem fog problémát jelenteni, rengeteg VB-érmes versenyző dolgozik a kezünk alatt, és nem beszélve az itthoni eredményekről, én szerintem itt a régión belül azt gondolom, hogy a mi termünkben dolgozik a legtöbb eredményes versenyző. És mikor lehet az már, hogy hatházi versenyzőnek szurkolunk mondjuk egy országos bajnokságon? Mikor láthatunk titeket majd tényleg úgy a kötelek között is, hogy amit itt most ugye elvégeztetek munkát, annak már a gyümölcse akár ott is visszaköszönjön? Ezt úgy érted, hogy hajdatázi városi színekbe, vagy mint... Hát, hogy onnan azok a gyermekek, akik onnan származnak, egyszer majd ugye nyilván éveken belül, ahogy te is kiemelted, éveken belül már akár egy rangos versenyen is elindulhatnak. Rangos, hát ő hazai versenyen, amit fogalmaztam a pár perccel ezelőtt, az már áprilisban már az be fog bizonyosodni, igenis, hogy munka folyik megint hatázon. Nyilván rangos versenyre azért most a kontinens viadalra, vagy akár világbajnokságra, hát azért az 5-6 év. Hát sok sikert kívánunk hozzá, és remélhetőleg tényleg még rengeteget hallhatunk rólatok, és akár itt a stúdióban is vendégül láthatunk. Köszönöm, hogy itt láttam. Kedves nézőnk, ennyi volt már a hajrá, köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra!